Ez a szakmai konferencia azért lett megszervezve, hogy kicsit összefoglaljuk azt, ami a Kultúrházak éjjel-nappal 2016-os programsorozatban volt, hiszen az élőzene bűvéletében címet viselte, és hogy az élőzene hogyan is jelenik meg a művelődési házakban, illetve azok a szakmai partnereink, akik a élőzenei programokban együttműködőek voltak, ők milyen tapasztalatokkal rendelkeznek a művelődési házakkal kapcsolatosan. Én azt hiszem, hogy nagyon szerencsés volt, mert valóban több szereplős módon járhattuk körül ezt a kérdést. Ismét rávilágíthattunk arra, hogy valóban az élőzene szerepe miért fontos az intézményekben, milyen közösség kovácsoló ereje van ezeknek. És hát az pedig, hogy az utolsó előadásként meghallhattuk azt a, megtekinthettük azt a prezentációt, amelyet az idei szakmai innovációs pályázat győztese készítette, szerintem az egészet összefoglalja. Az egész Kultúrházak éjjel-nappal az élőzene bűveletében üzenetét összefoglalja. Ugye Baba Art, ez volt a neve, tehát a legkisebbeken, a babákon keresztül az ő számukra eljutatva a művészetet, hogyan is indíthatunk el egy nevelési folyamatot az ember esetében, hogy a zenét mindenféleképpen kedvelje, engedje magához közel. Ez azért fontos, mert a gyerekek, a babák, a legkisebbek azok, akik tulajdonképpen óriási generációs kapcsot jelentenek. Egy olyan rendezvényre, ahol megjelenik egy baba, megjelenik egy kis bölcsödés, megjelenik egy óvodás, főleg, ha olyan az a program, hogy akár fellépőként, akkor ott megjelenik a szülő, megjelenik a nagyszülő, tehát igazi generációs ünnep. Ez a szakmai innovációs projekt egy nagyszerű példát mutatott arra, hogy valóban milyen kreatív kollégák dolgoznak a közművelődésben, milyen nagyszerű ötleteik vannak, amelyekre nem csak a közönség és a családok vevők, hanem a szakma is. Hiszen ez a Baba Art akció, ez tulajdonképpen az összes érintett, az ellátási rendszerben érintett szakembereket, tehát a bölcsődéket, az óvodákat, művelődési házakat megérintette és megszólította, és ez is egy fontos üzenet, tehát a művelődési házak a különböző szakmacsoportokat, a különböző korosztályokat is képesek integrálni. Tehát ez szólt képzésről, ez szólt szórakozásról, ez szólt játszóházról, ez szólt kreativitásról, tehát sok mindenről. Tehát ez a győztes projekt, ez tulajdonképpen ugyanolyan volt, mint a művelődési házak világa, egy rendkívül színes és kreatív.